Eligazítással, értekezéssel kezdődött a tűzoltók tiszabercei továbbképzése. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók az elmúlt napokban Rakamaznál gyakorlatoztak, Tiszabercelen pedig már az ibrániakkal és a helyi önkéntes tűzoltókkal kiegészülve vettek részt az úgynevezett szinten tartó foglalkozásokon. A helyi erőkre nagy szükség van, mert nem tud mindent a központi tűzoltóság, a központi katasztrófavédelem rögtön intézni, és hogy is mondjam, olyan lehetőségeket tud az ember a helyi ismeretekkel kihasználni, amelyek gyorsítják a kárelhárítást. A tűzoltók több szituációt gyakoroltak, többek között azt, hogy holttestet hogyan húznak ki a vízből, valamint azt, hogy sérült személyt hogyan mentenek a folyóból. A vízből való mentést, illetve a kishajó vezetői tapasztalatokat szerzik meg, illetve ismételik át ez alatt a három nap alatt. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mellett egyébként a mátészalkai hivatásos tűzoltók is gyakorolják mindezt, és azt ne felejtsük el, hogy a tűzoltó kishajókkal rendelkező városok, így Nyíregyháza, Kisvárda, Mátészalka, Záhony is rendszeresen gyakorolják ezeket a mentési feladatokat. A rakamazi és tiszabercei gyakorlatozás azért volt fontos, hogy éles helyzetekben hatékonyan, gyorsan tudjanak menteni a tűzoltók. Legutóbb július elején Tivadarnál segítettek a tűzoltók egy eltűnt személy keresésében, aki a vízbe fulladt.